Klassz FM, a rádió. Inkább utas szeretsz lenni, vagy vezetni szeretsz? Hát inkább vezetni. Aha. Szoktam. Látom, te is nézegeted, hogy... Igen. Te viszonylag korán kezdtél muzsikálni, ha jól tudom, ilyen tizenéves korod környékén. Igen. És aztán egész komoly díjakat is nyertél. Ez komoly vagy klasszikus zenésznek indultál? Hát klasszikus gitár szakra irattak be a szüleim, és amikor volt egy ilyen országos verseny, akkor már 15 éves voltam, akkor ezen elindultam és megnyertem. Egyébként ez azért volt, mert nagyon szerettem tényleg azokat a darabokat, amiket vittem. Egyébként egy Weiss Fantázia volt, amit játszottam. Nekem nem olyan jó gitárom volt, és egy kölcsöngitárt kaptam, és baromi jól szólt, és amikor ott voltam a színpadon és játszottam vele, azt éreztem, hogy ú, te jó ég, de gyönyörű hangja van. És tehát nagyon inspirált a játék. Annyira inspirált, annyira lelkes voltam, hogy szinte úgy a hatás alá kerültem, szokták mondani, hatásom alá kerültem, de hogy tényleg úgy nagyon beleéltem magam, és amikor lejöttem a színpadról, akkor a tanárom mondta, hogy Gergő, ezt még sosem játszottad ilyen szépen. Igazából tényleg megértem egy ilyen kis katarzist, és ez egyszerűen átjött a színpadról, nem lehetett mit tenni, az úgy nagyon működött. És ezt elfogadtad, hogy ez neked szól, nem csak a hangszernek? Tehát, hogy mennyire korán tudtad elfogadni az elismerést? Nagyon jól esett az elismerés, és vágytam rá igazából, mert otthon nem annyira tudták felmérni, hogy én mennyire lehetek adott esetben sikeres a zenében. Családban nem volt előtted zenész? Nem. A zene szerető ember volt, és édesanyámnak rengeteg lemeze volt. Szerintem ezért is alakult ki ez a fajta zenei ízlés, ami volt, mert azokból a zenékből táplálkoztam, amiket ő hallgatott. Például nagyon sok Queent hallgatott, Máté Pétert, Kovács Katit, és ezeket a mai napig nagyon szeretem. De aztán hogy indult az első zenekar? A Park Együttes volt az első zenekar, aminek én a oszlopos tagja voltam, és lemez jelent meg. Tulajdonképpen akkor dolgoztam először stúdióban. Az együttesnek a zenei producere, hogyha lehet így mondani, Fenyő Miklós volt, és tőle úgy nagyon sokat tanultam a felvételek során. Hogy mi mindenben segített bele? Hát ő úgy ránk bízott gyakorlatilag majdnem mindent, és aztán a stúdióban pedig fogta a fejét, hogy fú, gyerekeket, ez még nincs kész. Akkor ezt még meg kell oldani, valamit még oda ki kell találni. Nyilván olyankor őt nagyon figyeltem, hogy mik voltak a szempontjai. És gyakorlatilag rögtön ezután már jött a VIP? Na, hát nem rögtön. Mi történt a kettő közt? Hát a kettő között dalokat írtam, meg közben felvételiztem a zeneművészetire. Nem sokkal azután, hogy felvetek, akkor jelzett vissza az első kiadó talán. Mert elvittem szerzeményeket a hazai kiadókba. Kopogtattam. Volt, ahol hamar beengedtek, volt, ahol egész nap ott álltam az ajtóban. Volt egyszer egy olyan, amikor egész nap gyakorlatilag a hóban álltam. És úgy néztem ki a nap végére, mint egy hóvászlán. És aztán végül egy kiadó fölhívott, hogy tetszenek a szerzemények, tetszik nekik a hangom. Én azzal az ötlettel mentem, hogy szeretnék egy boybandet, mert előtte a Take That, hát úgy hatással volt rám, azt láttam, nagyon tetszett a Gary Barlow hangja, meg a szerzemények, meg úgy irigyeltem, hogy milyen jó lehet ott a színpadon, amikor sok lány sikít, és éneklik a dalokat, és tényleg milyen jó érzés lehet a színpadon állni, és egy ilyen formációban énekelni. Vittem 5 dalt körülbelül, és ez föl is került az első VIP lemezre, és akkor a másik 5 dalt pedig a Viktor írta, a Rakoncai Viktor, és akkor így tettük össze az első lemezt, aztán később elkezdtük együtt írni a számokat, de... De azt te tudtad az elején, hogy kik lesznek a társaid? Igazából én ott ismertem meg Viktort. Az előbb említetted, hogy a Take That kapcsán vágytál arra, hogy majd nagy színpadok és őrjöngő tömeg, és azért ezt a VIP-vel te megélhetted. Igen. Megérkezett az, amire te vágytál? Abszolút. Te megélted azt? Abszolút. Csomószor féltek a műsorszervezők, hogyha úgy kötötték le a bulit, hogy nekünk már el kellett menni a műsor vége előtt. Mert ahogy mi lementünk a színpadról, volt egy nagyon nagy bázis, akik így azonnal elhagyták a helyet, és hirtelen úgy tűnt, hogy kívül volt a nézőtér. Azt megszámoltad, hogy összesen hány dalt írtál eddig? Hát nem. Tudod, festők esetében szokták mondani, hogy nagyon gyakran van, hogy miközben elkészíti a művet, annyira beleszeret, hogy nincs szíve utána eladni. Ez veled megtörtént már valamilyen dal esetében? Magamnak azok a dalok születnek, amik itt csak úgy születnek. Ahogy a bennünk a világ, hogy éppen megszállt az ízletés, kijött egy dallam, és ezek az én dalaim. Amikor már így valakire rá van szabva valami, akkor az nem is állna nekem jól. Például egy szerelemért múlsz, az egyértelműen egy női dal.
az egész dallamvilág, meg az a finomság, ami benne van, az... Segíts vezet nekem, de tényleg én örülök, de én örülök, ez egy ösztönöző. Figyelem, a lábad még soha nem léptél a képzeletbeli fékre, úgyhogy ezek szerint akkor még nagyjából jól vezetek. Én hoztam neked 10 zenét. Kíváncsi vagyok, hogy felismered-e őket. 3, 2, 1. Előadó vagy dalcím? Nem, nincs meg. Ismerős, de nem tudok. Janet Jackson, Allport. Most tényleg jó, Allport, ha így könnyű lett volna. Oké, nézzük a következőt. Jó, megvan az eredet, tudom, de... Dalcím, előadó. Persze, ez volt a dal címe. Menjünk a következőre. Jennifer Lopez. Megvan, oké? Ez még bármi lehet. Ennek nem fogom megmondani az előadó nevét. Dal címe. Hogy valami vicces címe van. Valamilyen viccet csináltam a címéből. Lehet, nem tudom. Hát ez meg azzal fogja kezdeni. Dal címével. Mindjárt. Vaca Misha Negra. Jó. Ez a Bruno Mars. Bizony. Ice cold Michelle fight for that white gold. Okay, okay, okay. Lira. Jó, ismerem. Ez egy feldolgozás. Nem vagyok jó címekben. Nagyon sokan feldolgozták. Igen, igen. Something stupid, rengeteg. Robbie Williams is feldolgozta, tényleg rengeteg. Így van. És énekeltem egyébként komolyan zsédával énekeltem. Robbie Williams. Ha már ugye róla beszéltünk. Igen. Ja, de ezt szerettem. Ja, mert ez Stevie Wonder. Szerintem ez az a dal, amelyikért a világon a legtöbb jogdíj jár. Happy birthday. Így van, hát nincs olyan nap, hogy ezt ne lehetne lejátszani. Tehát ez a világ legaktuálisabb dala minden nap. Jó, kiss, kiss, tarka. Azaz. Ez könnyű volt. Ez könnyű. Valaki ballag a szélben, lehúnyt szemmel jár. Mit csinálsz, amikor ott a saját dal? Ez jó érzés, amikor meghallgatsz ezt. Valaki ballag a szélben, lehúnyt szemmel jár. Valaki attól félek, elveszett. Ennek még a szövegét is tudom. Valaki hallgat az ében. Oké, köszönöm az interjút. Köszi szépen.